A Bissza völgyének útján vagyunk. Ezen út, ezen völgyből balra nyílik az Úszó völgye, ahol volt az a pici háza, Mucának. A lapjával egy ideig lakozott. És gondoljunk bele ezen hideg januári téli nappalban, amikor mínusz 20 fok volt, miként apjával együtt azon kicsiny házban tüzelnek, imádkozó hangulatban, hogy valahogy túléljék ezen hideget, ezen fagyot. Ott áll az Isten széke magosan a maros fölött. Egyik oldalán a sokágú galonya, másik oldalán a Bisztra patak, s mögötte a Kelemen csúcsai. Persze ma már ott sem olyan a világ, mint akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volt a hegyek közé. Ma már nem jár arra, ha pihenni akar. Elűzték az emberek. Elriasztották a gőzfűrészek, a lárma és a kiabálás, fadöntések zaja, mozdonyok sípja, a sok hevenyészve összetákolt ház, a szemét, a piszok, a békétlenség, s mindaz, ami az emberrel együtt a völgyeken följött. A Fontenil boszorkány Vas életének egyik főműve, mindenféleképpen kulcsregénye. Hogy Vas mennyire elfogulatlan, bár soha nem semleges, arra egy élő példa, román kritikusai mondták, írták le a Fontenil boszorkánnyal kapcsolatosan, hogy Vas Albert valószínűleg megírta a világ legszebb román havasi történetét. Mindezt egy magyar gróf, akit éppen azzal vádoltak, és vádolnak ma is, hogy nacionalista, soviniszta, irredenta és kirekesztő. A román kritikusai is elismerik, hogy a Fontenil boszorkány egy román lány, egy román havasi lány talán legszebben megírt története. A háromkötetes regény egy bizonyos pontján egy cigányasszony mondja el Nucának, hogy mi lesz a végzete. És ebben arról beszél, hogy bár te tiszta vagy és ártatlan, mégis a bosszúállás annyira leszel, te fogsz bosszút állni minden nőn, akit meggyaláztak, megerőszakoltak, akit valamilyen sérelem ért. Vas Albert úgy írja meg a Fontenil boszorkány Nucáját, hogy abban nem a saját akarata, hanem predesztináltsága lesz az uralkodó. Ez a predesztináltság, az eleve elrendelt sors az, ami tragikus összeütközésbe kerül az ő szépre, jóra, igazságra való törekvésével. Ha akarja, akkor sem változtathat. És amikor belenyugszik, akkor jön rá, hogy sem a belenyugvás, sem az ellenállás, sem a megadás nem változtat azon, amilyen sors előre le van írva számára. Nuca Bandilla figurája éppen azért korszakos a 20. századi irodalomban, különösen is a 20. századi nőalakok ábrázolásában, mert most teljesen újat képes hozni ezzel. Az üzenete örökérvényű, mert a figura, amit megtestesít, egyáltalán nem tipikus, mégis örökérvényű. Egyáltalán nem átlagos, egyáltalán nem általános, mégis amit kifejez, az egyetemes. Nagyanyám öltető buba, asszony, ahogy hívták, a havason ilyen társaságokat hívott meg, mindig voltak írók a társaságukban. 40-ben ugye a magyar huszárok, katonák, a Szalárdon volt egy erődítmény, ahol ezeken az összejöveteleken részt vett Vas Albert is az írók között. Kós Károly volt ott, hát még Dzsida is szerepelt a családban, mint barát. És itt mindig a természet volt a lényeg. Nem szerették a nagy pompát, de
Mindig a fenn a havason volt az ők kedvenc helyük, és 6 év volt, hanyár volt, mindig ott érezték jól magukat. A havasok királya milyen ember volt? Elég szigorú. Nem nagyon szerette a fehér népeket egyszer. Az volt a legnagyobb, nem hogy a legnagyobb hibája, csak azokat úgy tartotta, hogy inkább otthon a gyereknevelés, és a vadászatot nem nagyon szerette, hogy ők oda járjanak, és lehet, hogy nagyanyám éppen azért is lett ilyen nagy vadász és erdő szerető, mert ez a havasok király tulajdonképpen a nagyanyám nagyapja volt. Bisztrától felfele, egészen Toplicáig, azaz Hévízig, az övé volt az erdőknek nagyobb része. Egy valamennyi volt a bánfiaknak, de a többi az éltető ki volt, főképpen a szaládbölgye. Elég sok munka van egy erdőnek a karbantartásával, ha az ember szeret is, és az mind nagyanyámra maradt. És így lett ő egy kicsit ilyen fiús természetű, és kivált ezzel a többi közül. Medvét lőtt, volt a érmes medvéje, szarvassa, amit mind ő lőtt, nem segítséggel, vagy mint más fehér népek, ugye, hogy abban az időben. Motorbiciklin járt, utána autón járt, rövid hajat, nem volt se kontja, se báli ruhája, se, hanem mindig nadrágba, és tényleg teljesen férfias megjelenése volt. Vadászkalappal, az sem maradt el soha. Az utolsó percig sajnos vele el is temettük a vadászkalapját, annyira szerette. Több vadászaton részt vett Vas Albert is. Milyen volt a két családnak a kapcsolata? Nagyon jó. Nagyon jó kapcsolatban voltak. Annyira jól, hogy nyáron 2-3 hónapot is tehenestől, szolgástól, tehát az egész család, a gyerekek, mindenki felkötözött a havasra, szaládra, és akkor úgy vett részt, mint a feleség is, és Albi bácsi is, mint testvér nagyanyámmal. Ők szervezték a nagy vadászatokat, a nagy összejöveteleket, az író-olvasó találkozókat ott, mert teljesen otthon érezték magukat. Annyira talált a szó és az elvek is, a felesége is egy nagyon kedves asszony volt, Éva néni, ha bár hamburgi születésű, de nagyon szerette az erdélyeket. Ugye ez egy tulajdonképpen a házasságuk is, mivel unokatestvérek is, a nő részéről szerelmi házasság volt, de Vas Albert részéről inkább anyagi házasság, tehát ők adták a címert, és a német asszony adta a vagyont. Úgyhogy ez egy ilyen megegyezés volt, mivel Endre bácsi, az édesapja Vas Albertnek, mikor az első román világban ugye elvették a birtokának több mint felét, és azt nem tudta feldolgozni, hogy nagyon el volt keseredve, akkor ilyen színésznők, stb. Mind abban az időben kártya színésznő elvitte a pénzt. És akkor, hogy kicsit helyre billenjenek, úgy volt ez a házasság, amit Vas Albert elég tisztességesen tartott, de ugyanakkor azért még erre is, arra is nem mondhatom, hogy barátnő, de ugye más volt az érdeklődési köre egy kicsit. És akkor így, ha elmentek nagyanyámikhoz szaládra, ott együtt voltak. De ha keményikhez hívták, akkor már nem feleségestől ment, hanem csak ő, és aztán ott ugye már más volt akkor a társaság. És Buba asszony és Vas Albert találkozhattak kemény bárójéknál vadászatokon? Nem. Keményék, ők egy kicsit különlegesebb család volt. Nem hívtak ők úgymond rangon alul itt. Ugye nagyanyám ő csak nemesi családból származott, és az már rangon aluli volt. Úgyhogy ők az írókat is, mivel kemény írói hajlamai is voltak, azért fogadták el.
de nem nagyon hívtak ők se nőket vadászatra, és ugye akkor pedig nem volt, ahogy menjen. Nagyanyám nem olyan nagyon rég halt meg, úgymond 20 éve mondjuk nem olyan nagyon rég, de hát ő nagyon jól viselte, hogy elvesztette mindenét, de én nagyanyám, ő belebolondult. Ő teljesen megbolondult, mikor mindenüket elvették. Nagyanyám, ő mindig feltalált az életben magát, azt mondta, hogy hát legalább annyinak örül, hogy amíg volt, addig nem spórolt, és nem gyűjtött, hanem élte az életét. És utána is dolgozott, tehát feltalálta magát, nagyon jól viselte ezt, nem lett se betege, hogy elvesztett mindent. Így van, elfogadta, és 88 éves koráig élt. Mesélt önnek is Vasalbertről? Állandó téma volt a családban, mert hol vannak, mikor, mi van, mit tud. És az ott az érdekes, és lehet, hogy a fiai jóvá is fogják hagyni, hogy kinyomtassák ezeket a leveleket, mert Vasalbert az akkori eltöltött idők alapján rendszeresen elkérdezte, hogy az a fa még megvan, kivágták-e, a házból még mennyi van a vadászházból. Tehát rendszeresen végigkérdezte a szaláddi helyeknek a meglétét, vagy azaz kivágását, nem meglétét. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez a levelezés egész életükön keresztül, nem ilyen szerelmi levél, vagy baráti, hanem kimondottan a haza iránti szeretete fejeződött ki ezekbe a levelekbe, ami iránt érdeklődött anyanyámtól. Az ön nagymamája felnézett Vasalbertre? Baráti és egyenlő szellemi tulajdonságokkal rendelkeztek. Tehát nem mondhatom, hogy felnézett, de egymást nagyon nagy embernek tekintette mind a kettő. Nagyanyámat is nagyon nagy elismeréssel beszélt Vasalbert, és talán azért is kerültek olyan nagy barátságba, mert más volt, mint a többi asszony. Vidámabb volt, szeretett élni, tudta is, hogy mi a szép, érzéke volt hozzá, mondjuk ott egy kicsi festői hajlama is. Itt van egy kép is, amit ő festett, sajnos már a Szalárd völgyénél van az a lerobbantott híd, és ott az útér, tehát az aszfalt útér felrobbantották ott a három szerecsen, az a szikla, az volt a neve, és azt még nagyanyám lefestette, úgyhogy voltak ilyen művészi hajlamok. Szerette nagyon a verseket, szerették a szépet mind a ketten, ahogy Vasalbertnek szerintem az a erénye az ő könyveiben, hogy leírja a tájat. Az csodálatos. Az úgy van, ahogy az ember elindul egy erdőbe, azt ahogy Vasalbert leírja a harmatot, a lehult ágat, a száraz ágat, a pókhálón lévő páracseppeket, tehát az minden tényleg, mintha lépne, mikor olvassa a regényeit, mintha lépegetne ott vele azon az erdőn, vagy azon a tisztáson, az tökéletesen az. Törvényre mentek a vasút miatt az úr és az álma. Ügyvédek nyargaláztak elé-hátra, mérnökök mériskéltek a Maros két partján, Ratosnya és Szalárd között azon a nyáron. Ezekkel bajolt az úrfi. Elbúcsúzott a komárnyiki háztól, vállára lökte a puskát, sóhajtott, s lement. A cibai szállásnál meg sem állt. És Buba asszony és Vasalbertnek volt kedvenc helyük? Volt külön ilyen kis megfigyelő hely. Percső az volt a kedvenc, azt tudom. Ott arról nagyon sokat mesélt nagyanyám, hogy ott nagyon sok órát töltöttek együtt beszélgetéssel, amíg vártak a vadra, vagy számolták, vagy ugye mindenféle dolog van a vadakkal, én annyira nem is tudom már, hogy mit kell figyelik, hogy hol járnak, meg ilyesmik. A nagymama, amikor elolvasta, akkor arra emlékszik, hogy hogyan vélekedett a könyvről? Nem olvasta, nem tudtuk elhozni, ide a könyveket eléggé veszélyes volt. Többször volt nálunk házkutatás is,
és egyetlen egy könyve volt a verses kötetek, a két kötetet, amit kiadtak, az volt meg, és még azt is ellástuk, mert féltünk. Én is először Hamburgba olvastam a Fontenelle boszorkányt. Ott felváltva a férjemmel, mert ugye egy kötet volt. Ezt a legendát úgy kötötte össze a mi családunkkal, hogy félig meddig nagyanyám személyéről vette a Luca természetét, és különbözőségét a többi emberrel szembe. Tehát nagyanyám volt ez, aki mindennel foglalkozott, úgy nagyjából mindenhez értett. És a családom visszamenőleg, ugye ott is volt női személy, aki tutajozott az étető családba. És akkor ő ezt a legendát úgy írta meg, hogy egy emléket hagyjon a nagyanyám családjával szembe, mivel nem hogy kihalt, hanem mint értető név nincsen több a családban. Sehol nincsen úgy fiú, hogy tovább vitte volna ezt az értető nevet. Sok nőből gyúrta, és egyáltalán az egész legenda is nagyon irodalmi lett, tehát az ő fantáziájába nagyon tovább élt, és terjedt, és szaporodott, úgyhogy nem egészen így volt. Luca is egy, ugye boszorkánynak nevezték ki, de tulajdonképpen nem is annyira boszorkány volt, csak másabb volt, mint más. Voltak megérzései, volt, gondolkozott, ami nem volt ő azzal boszorkány, csak annyi, hogy másabb volt, mint más. És nagyanyám részéről is ez fennállt, mert őt se fogadták, mint ahogy mondtam, keményik se hívták a vadászatra. Vagy régeni nagy bálok és az ilyen úri házak, azok úgy lenézték, hogy hát mi az, hogy ez nadrágot vesz fehér néplétére, mi az, hogy ez vadászik fehér néplétére. Ugye még újságban is jelent meg cikk róla, hogy ott volt ez a cím, hogy medveölő bubasszony, és azért inkább nem, hogy lenézték, hanem irigységből, inkább félretaszították, és ugyanez a Luca figurájába is, mivel ő egy kicsivel több volt, mint más, kiközösítette ezért a társadalom. Az értető család háttérként ott van mindvégig a regényben. Azok a helyek ugyanis, ahol a regény szinterei játszódnak, ahol a regény cselekménye játszódik, ezek az éltető család birtokai. Nagyon érdekes, hogy mindhárom kötetben az éltető család háttere egyben azt is jelenti, hogy mindvégig ott van az a név, aki számára élete végig nagyon fontos volt. Igen, kétségtelen tény, hogy miután sok nő alakból gyúrta össze Nuca alakját, természetesen ott van benne Buba asszony is. Aki ismeri Vasárbert életét, ismeri Vasalbert szerelmeit, amelyek nem mindig estek egybe a feleségeivel, az tudja, hogy Vasnál nem létezik olyan figura, amelyet kimondottan csak egy szeméből állított volna elő, hiszen az írói fantázia és a valóság találkozása hozza létre azt a művészi valóságot, amely nem fedi a valódi valóságot, de olyan, hogy az tökéletesen megtörténhetett volna. Így van ez Nucával is. Vas végigköveti ennek a kislánynak a fejlődését, hiszen ártatlan kislányként látjuk Nucát. Nuca, akinek tudjuk a vezeték nevét is, Nuca Mandilla, hiszen a harmadik kötetben kiderül, egy Haramia vezérlánya, és láthatjuk őt, hogyan veszíti el akarata ellenére az ártatlanságát, és hogyan válik a buszulálás angyalává. Ez az ösztönöstől a tudatosig eljutó, a gyermeklánytól a sudár, tökéletes és ellenállhatatlan felnőtt női szépségig haladó történet önmagában adta a lehetőséget Vas számára ahhoz, hogy sok nőalakot tudjon belekomponálni. Konkrét tudomásunk arról, hogy Vas kikből gyúrta össze ezt a női alakot, kiket tekintett példaképnek vagy nyersanyagnak, kiknek a sorsát, ezen kívül nem tudunk. Gyerde! Lüci, gyerde! Nem zártad be az ajtót? Ó, azt a csillagát! Lüce! A mámi hogy nézett ki? Szép asszony, magos asszony.
és fürdőasszony, életre való asszony volt. Akkor tetszett a legényeknek? Biztos, biztos tetszett. Önnek tetszett, hogyha férkesztyűkkel járt, ügyes asszony volt, életre való asszony volt. Vezette itt a Bisztrát, a falut. Ő vezette abban az időben. Most 110 éve. Én azt hallottam, hogy a mámitól féltek a férfiak. Az igaz. Ő csákánya kivert az egész románságot innit. Elvette a csákán, és egyik helyből másikra futott, és onnan tudott el. Még nem fogadt szót, annak vége volt. Olyan volt, erélyes asszony volt. Komis asszony. Olyan volt az ő mániája. Hedvin néni, aztán ő volt a beszolgáló neki. Ő rendezte, takarította, mit csinált ő, Hedvin néni. Aztán elcsaptam, utána leégett a ház a Hedvin néninek. Arra mondták volt, hogy ha jár orvoságokkal, javított az embereket, az boszorkálni. De nem volt boszorkálni, én nem hallottam boszorkálni legyen ő. Hedvin néninek mondták, hogy mély javít mindenfélit Hedvin néni, hogy mély javítsa, honnan tudja herhozni a betegeket. Hogy került kapcsolatba Vas gróffal? Mert ő volt szolgálónő neki. Ő volt a takarítónő neki. Aztán özvegye az leám volt, szegény leám. Nem volt boszorkán már. Nem emlékszek arra, csak hogy erélyes asszony volt. Boszorkán mi volt az öreg asszony, Hedvin néni, melyik javított mindenfélivel orvossággal népeket. Na, de nem volt boszorkán ő. Nem emlékszek, hogy mondták volna a boszorkány. Nem volt. Csak nem félt senkitől, csak az Istentől. Mert mindenki pártotta, az egész romását pártotta, mert csinált mindent a falunak. Épített, dolgozott, az utat javította, házokat épített a gyermekeknek. Ökrei voltak, lovak voltak, 6 pár lova volt. És 6 pár ökre. Szolgái voltak. Milyen szegény volt, előre kapott, merélyes volt. És ő kezdte a gróf pénzivel, a néptanács pénzivel, néptanácsot, pár ökrökkel, bocskorokkal, csákánnyal a hátán, rakta köveket az úton fel, hordta szeker, és ő parancsolta, hogy csinálják az útat. Ő kövezte ki az útat. Az egész patak útját, egész fel 6-os kilométerig. Mámi. Valamiért ő csak hordta az ökrökkel, és rendezte, hogy csinálja. Nem állt szembe senkivel, de magyar asszony volt, de senki. Mondta, hogy itt legyen az út, kellett legyen az út. Akkor a Vas gróf hallgatott rá a szavára. Hallgatott rá, igen. Vas gróf hallgatott rá. Hallgatott, mert mondta nekem, hogy én, ami voltam, tük nem vesztek soha. Itt nem hallottam, mondják a románok, hogy ő boszorkány. A boszorkányra kell foglalkozzon. Hülyesége vagy csinálmányok, vagy valami, nem foglalkozott. Édesapám, ő javította az embereket, ő is édesapám. Ő jósolt, ő vízzel. Forgatta a vizet édesapám, hogy hozta helyre, amíg beteg volt. Na. Én is a háborúból, vagy valaki meg el van vesztődve, én is eltörök egy tojást, és a tojásnak a fehéribe megmutatom, hogy él az ember, vagy meg van hallva. Ezt is örököltem mind öregektől, tudja? Na. Hagymakalándor, amit is megmondom, mikor eskozás és mikor jó idő van. De csak az Istennek az igével, nem úgy, ahogy adja az Isten. Szerencsére hamar virradni kezdett. A holdfényt felváltotta a hajnal ködös szürkesége. Egyszerre minden józanabbnak látszott. Gondolkodni kezdtek a dolgon. Nem álmodott-e Toma? S álmában járkált, mint a holdkórosok. Aztán valamelyiknek eszébe jutott a törülköző kendő. Oda néztek a szögre, ahova akasztották volt az este. Egyszerre néztek oda mind a négyen, és egyszerre akadt el a lélegzetük. Mintha valami jéghideg kéz szorította volna össze a torkukat, olyan volt éppen. A kendő nem volt ott. Ez a két kereszt, ami az a föld beszakadott, és a három gyermeke máminak oda eltemetődött.
azért tette be a keresztet ide, hogy többet a föld ne szakadjon be. Istennek az igéje után hallott egy álmot máminak, mámi azt mondta, hogy építek egy keresztet, akkor maradjon meg, és ő is innőtt el is ment. Balázs bácsi, a mámi hogy bújtatta a vasgrófot? Azt mondta, hogy a barlangban bújtott el, hogy ne pusztítsak el a partizánok. Ez a medve barlang? Ez a hegyben, Kösziklák barlangja volt. Úgy mondta, néhányat megvédtem én, hogy ne, és aztán elment, és többet hírit nem hallotta semmit. Tehát vigyázott Vas Albertre. Igen. És amikor a Vas Albert fönt volt, akkor ő ott egyedül volt, vagy más emberekkel volt együtt? Az egész családjával. Eljátkozott légy Bozsnyák ország örökre. Csak a fiam jöhessen ki belőle. Édesanyám, gyújt gyertyára estére. Hely, haza jövök, Boszniából megszökve. Vas Albert maga is sokat gondolkozott, hogy mi legyen a háromkötetes nagyregény címe. Hiszen az 1959-es első magyar nyelvű megjelenéskor a harmadik kötet címe ugyanaz, mint az egészé. Az első kötet címe az Úrszobeli lány, a második a kunyhó a komárnyékon, a harmadik pedig a Funtinelli boszorkány. És az is igaz, hogy Nuca személye végzetes ambivalenciát rejt magában. Ezért mondják róla a kritikusai, erről a műről, hogy a fájdalmas szépség nagyregénye. Mert Nuca egyszerre szent, és egyszerre boszorkány. Úgy ismerkedünk meg, mint egy ártatlan kislány, aki a természeténél fogva jó, erkölcsös, tiszta és tehetséges. A harmadik kötet, a regény harmadik kötetében, a harmadik részben Nuca már tudatosan vállalja a bosszúállás angyalának szerepét. Vas maga is érezte, hogy a cím nem tökéletes és találó, úgyhogy amikor a magyar nyelvű kiadás után néhány évvel később előkészítette az angol nyelvűt, megváltoztatta a harmadik kötet, a harmadik rész címét, a harmadik rész címe az angol kiadásban Szent és Boszorkány. Pont ezt az ambivalenciát kifejezendő. Vas Albert nagyon hívő ember volt. Ő többek között a Bajor erdőben is, miután a család elmenekült Erdélyben, az ott összesereglett, ott a menekülő magyarok között prédikált is, bíztatta őket. Ő mondhatni a reménység embere, a szeretetnek az embere volt. Erre nagyon jó példa maga a Funtinelli boszorkány. Főhőse egy román lány, egy román asszony, akiről olyan szépen ír, aki olvasta a könyvet, a regényt, hát megismerheti nem csak jellemében ezt a főhősnőt, de megismerheti magát, Vas Albertet is, hogy ír, miként ír ezen felsőmarosmente embereiről, magyarról, romáról. Tele van szeretettel. Vas Albertben nem volt gyűlölet. Verseiből kiviláglik, hogy mindenkit jóra int. Leginkább a magyarokat tanítja, ismervén saját fajtájának sok-sok hibáját. Mondja, tartsatok össze magyarok, mert az összetartó magyarságnak lehet csak jövője. És minden regénye végén tapasztalhatjuk azt a bíztatást is, hogy most így vagyunk, szenvedünk, rabságban, nyomorúságban, betegségben, megaláztatásban vagyunk. De jön egy olyan holnap, ahol mi is egy kicsikét békésebb partokon tudunk pihenni. De ehhez nekünk dolgozni kell. Ehhez egymást kell szeressük. Írásaiból úgy olyan predikáció ízű beszéd, vagy gondolataiból kiérződik az aggodalom,
az ő ember barátai iránt, nemzetiségtől való tekintet nélkül, meg az emberek iránti szeretete. És az, aki imádja természetet, és Vas Albert természet imádó volt, hát azt tudja az embereket is szeretni, hogy leírja itt a Maros menti tájat, a Szalárd völgyét, hogy megpihen a Szalárd pataka, vagy a Belcsúj pataka, vagy a Nagy-Ciba mellett, és nem csak látja azt a zöldelű füvet, de abban a fűben látja az életet, amit télen eltipor a fagy, a hideg, a jég. Ez a pici parányi élet, tavasszal újjá éled, körül virágozza önmagát. És ezt meglátta ő, és úgy írta le, hogy az olvasója is meglássa ezen csodát, ami Isten teremtménye. És valóban nekem nagyobb öröm volt olvasni a regényeit, mert itt születtem. Itt élem életemet, úgyhogy amikor regényeiben hallottam Biszra völgye, Úrszú völgye, Belcsúj Szalád, hát nem csak olvastam, de láttam is. De hallottam mások véleményét, akik nem jártak el vidéken, de olvasták Vas Albert regényeit, könyveit, hát ők is látták. Valóban a táj leírása nagyon szép, akárcsak a Kemény Jánosé, aki írta a Vízi boszorkány regényét. Persze, Vas Albertnek voltak hibái is, kinek nem volt hibája, viszont ő nagy családos, sok gyermekes apaként, hát átélte gyermekeink keresztül is azt a népéért ragaszkodó aggodalmat, amit ő Amerikában is életét veszélyeztetve is szolgálta. És minden megjelent a Fontenay boszorkáról a román nyelvű fordítás. Hát itt a Maros völgyében több mint 200 regény került, szóval vásárolták meg a románok maguk is, és egészen az addig őt irodalmilag is, meg politikailag is bíráló románok egész más véleményt kezdtek mondani Vas Albertről. Vas Albertnek sok irigye van, gondolom azért is, mert mint többen olvassák a könyveit. Sajnos, hogy Vas Albertre nem volt lehetőségem találkozni. Büszkén vallom, hogy kaptam tőle egyszer egy levelet, amelyben azt írja, hogy ha majd legközelebb mész ki a fiatalokkal nyáron a Szalárd völgyébe, akkor ülj le egymagadban a Szalárd pataka partjára, és gondolj rám. Én akkor már több mint valószínű, valahol ott leszek fenn a mennyországban, azaz Erdélyországban. Luca tulajdonképpen amellett, hogy boszorkányként szerepel a könyvben, ő a tiszta nőnek a képét testesíti meg. Az akkori kor az ilyen személyeket egyszerűen leegyszerűsítve boszorkánynak nevezte. Én is, ahogy megismertem a könyvolvasása közben, egy tiszta lelkű lánynak, asszonynak ismertem meg, aki valóban Istennel találkozott. Egyszer, mikor imádkozik egy emberért, egyszer, mikor lát egy olyan házszerűséget, ahol van egy torony, meghallja, hogy az az Isten háza. És én gondolom, ő azzal a szándékkal a maga naivitását is figyelembe véve ment be a templomba, ott ő Istent látja. Az a tiszta lelkű lány, aki az Isten széke alatt a patakban fogja a pisztrángot. Aki valóban, szóval lényegében itt volt, a természetben itt élt, Isten templomában. Mert az Isten széke egy szakrális hely, az egy babbás hely, és az itt élő emberek valahogy egész másképp viszonyulnak az élethez, a nehézségekkel szembe. Itt valami érződik. És a havasoknak, és ez fogalmazta meg Vas Albert a könyvében, és Luca személyében, van egy üzenete, hogy Istennel mindig lehet találkozni. Isten mindig kéznél van, csak mi sokszor emberek elmegyünk mellette. Meg kell lássunk egy templomot, vagy meg kell lássunk egy beteget, akiért imádkozok, vagy meg kell látni azt, amit sokszor apróságnak téve észre sem veszem. Pontosan milyen időben, mikor is élt, mert élt ez a személy, azt nem tudni, de Vas Albert vadászatai közben többször, mikor így esténként a tábor tűz mellett leült beszélgetni az őt kísérő egyszerű emberekkel. Ilyen tábor tűz beszélgetések, találkozások kapcsán hallott először ezen Nucáról. Ezt így mesélt el a feleségem nagymamája is, aki éltető lányként született, hogy ő is
hallotta ezen lánynak, ezen asszonynak a történetét, aki valóban egy látó asszony volt, és Vasalbert az ilyen személyekre nagyon odafigyelt, és egy ott alkalommal az íróasztalához ült, és megírta ennek az asszonynak a történését hallásból. Persze aztán jött az írói véna tehetség, ő is hozzátette, kicsit kiszépítette, kibővítette, viszont az alapja, a főhősnő valóban egy reális személy volt, aki létezett, élt, mikor pontosan azt nem tudni. És ezen könyvében, hát valóban itt ezért nem lehet elítélni Vasalbertet azzal, hogy ő a románokat nem szerette. Hát a könyv ismerete, a könyv olvasása után az ember rádöbben, hogy mennyire is tisztelte ezt a népet, akik itt a maguk sorsában éltek. És valahol ő egy emléket állít ezen Maros völgyében élő magyaroknak, románoknak, akik békében éltek. Mert egyforma volt az a szenvedésük, nehézségük, egyformán néztek szembe a halállal, ilyen fagyos téli nappalokon és éjszakákon. Ezek az emberek nem gyűlölték egymást. Birtalan levette a ködmönét, s karján föltűrte az inget hónaig. Vékony, inas karja olyan volt, mint egy száraz faág. Aztán lassan, óvatosan alányult a lyukon át a vízbe. Mélyebbre, egyre mélyebbre. Luca még a lélegzetét is visszafojtotta. Tekintete ott csüngött a birtalan arcán. Ez az arc zárt volt, feszült, titokzatos. Egyszerre aztán megrándult a bajusza, s a szemei felvillantak, furcsa, diadalmas fénnyel. Kihúzta a karját a vízből, s kezében ott ficánkolt egy jókora hal. Itt van, mi? Mondta vidáman, s betette a halat a kosárba. Aztán újra alányult a vízbe, s újra kihúzott egy halat. A hatodiknál végül is abba hagyta, fölemelkedett, s hidegtől vörösre csípett karjáról lerázta a vizet. Az ön édesapjának jó kapcsolata volt Vasalbertet. Vasalbertet lényegében, mint gyermek ismertem meg 42-ben, és tulajdonképpen Vasalbertet, mikor elolvastam a Funtinelli boszorkány című regényét 1977-ben, akkor nem tudom, hét lakat alatt őrzött titok volt. Nem volt szabad tudni, hogy ezt az ember olvasta ezt a könyvet, és mint ilyen hegyi járó ember voltam életemben, a könyv leírása alapján mondhatni a Kelemenen, még ma is végig lehet menni patakról patakra, ahol ő leírta ezeket a bizonyos vadászatokat, a Kelemennek az életét, a Kelemenhavasnak az életét, és a tündérvölgyet, a üvereket, mindent, nagyon-nagyon hangzatosan, és ekkor szerettem meg Vasalbertet tulajdonképpen, mint írót és mint embert is, mert aki így tudott írni, az egyszer kellett ember legyen, s utána író. Tehát akkor ezek a vadászatok pontosan úgy zajlottak le, hogy ezt a Vasalbert lenni. Hát ezek így zajlottak le, mert egy vadászatot leírni, az vadászatot megélni egyszer az egy élmény, és leírni az egy külön élmény, és egy külön tudomány, aminek Vasalbert pontosan a szakmáját ebben műveltek. A Funtinelli boszorkány könyvben megragadott még egy jellemző, a Visapatakán átívelő kis híd, amely alatt megtalálták annak idején a kocsmában verekedő egyik fiút. Ez azért is megfogott engem, mert annak idején arrafele jártunk pontosan, mikor ez a verekedés történt, és eltűnt a fiú, pont a Visa, és mai nap is megráz, mikor azon a hídon átmegyek, hogy ez alatt találták meg azt a bizonyos fiatalembert, akit egy verekedés után leszúrtak a verekedő fiatalemberek Ratosnyán. Hát akkor ez egy valós történet. Valós történet, és vannak benne, hát írói elképzelés, ez már hozzatartozik, kell a dolgot egy kicsit körülírni, mert másképpen néz ki, hogyha körülírják ezeket a problémákat. A lisztvásárlás, puliszka lisztvásárlás, csereáruknak az üzlete, hogy folyt, vadhúst hoztak
az élelemért a dédai ellátóközpontba, onnan vitték fel a Ratosnya patakára, meg a Biszra patakára a munkásoknak, meg a vadászoknak egyaránt ezeket a... Tehát ezek valós történetek, mert annak idején Dédáról látták el az összes fakitermelő egységeket, ilyen erdély munkásokat, onnan szállítottak nekik szalonnát, lisztet, meg mi egymást. Plájászok, ezek is valós személyek, mert ezek jelentették mindig, hogy merre van például a bőgés. A plájászok után aztán mentek és megfigyelték, hogy ez megfelelő ez a vad, vagy nem megfelelő arra. Ezek jelentették a plájászok. Lényegében vadőrök voltak ezek, akik jelentették a medvéknek a mozgását, szarvasoknak a mozgását, járását, mert nagyjából a szarvasok ugyanazokon a csapásokon, területeken bizonyos ideig ott tanyásznak és ott járnak. Megfigyelés alapján teljesen be lehet azonosítani, hogy tegnap ugyanez a bika volt, hány tehénnel, és holnap után meg ugyanaz járja ezt a vidéket, vagy sem. Vas Albert egyébként szeretett vadászni, vagy csak a természetet szerette? Hivatásos régi vadász família volt, vadász volt az édesapja is, vadász volt ő is, és a maga társaság, ahol ő forgott, azok mind vadászemberek voltak, és annak idején ezek a vadászemberek gyönyörű trófeákat gyűjtöttek, és ezeket bizony ki is állították saját otthonukban. Bubanét milyen személyiségnek látta? Hát ez is egy nagyon életszerető asszony volt. Nagyon szerette a vadászatot, és mint asszony, emlékszem, hogy egyedüli asszony volt, aki annak idején medvét lőtt a Szalárd patakán, és nem is egyet. Nagyon sokat vadászott, a társaságában jobb emberek voltak mindig, és főleg vadászemberek, akik ezzel foglalkoztak. Nagyon sok vadászatot rendeztek fenn itt a Jód völgyében. Ott volt nekik ez a vadászházuk, amit azt hiszem a háború után mindjárt fel is égettek, fel is gyújtottak a szalárdi lakósok. Ott abban a házban volt egy ilyen kis rejtett raktár, ahol a puskák el voltak rejtve, és onnan csak vették elő, és tudtak saját területükön vadászni. Hatalmas erdőbirtokuk volt nekik egyébként a Maros völgyén. Bubanér és Vas Albert vadászott együtt? Igen, vadásztak együtt, és szerintem egy ilyen vadászatnak a története, pontosan adjátok vissza hegyeim, mert ez a része, a pisztrangos Szalárd pataka és az őznek a keresése, ez pontosan egy ilyen vadászatnak a leírása. Amikor elolvasta a Funtirelli boszorkányt, elképzelhetőnek tartotta, hogy az egyik ihletője ennek a női alaknak Buba néni lehetett? Elképzelem. Ez elképzelhető volt, és több mint valószínű, mert egy ilyen asszony, aki annyira élvezte ezeket a vadászatokat és szervezéseket, akinek volt anyagi lehetősége mindezeknek a megszervezéséhez, teljesen elképzelhető. Ez a hölgy rettenetes őszinte asszony volt, szókimondó, nem taktikázott sosem, hogy valaki előtt, nem tudom, szépet mondjon, se háta mögött meg mást. Úgyhogy egy nagyon szókimondó, ügyes, jellemes asszony volt. Mind Nuca, mind Vas Albert életére talán nem az öntörvényűség a leghelyesebb szó, hanem az, hogy van egy személyes szándék és akarat, és amikor ezzel szemben a valóság kényszerítő ereje hat, akkor a mérlegelés után mindig a valóság kényszerítő ereje győz. Mondok néhány példát. Vas Albert soha nem semlegesen nézte a világot, szemlélt, és soha nem semlegesen írt, de mindvégig elfogulatlanul. Ez a kis különbség azt jelenti, hogy minden művében egy finom egyensúlyrendszert próbált megteremteni. A rossz figura mellé mindig oda tette a jó figurát. És ugyanez igaz Nucára is, hiszen ő nem akar rossz lenni, mégis a sorsa az, hogy rossz legyen. Nem akarja pusztítani a férfiakat, a sorsa azonban az, hogy pusztítania kell. A legélesebb példa erre a saját gyermekének az elvesztése, amivel ugyanott van az ő sorsának a kettős meghatározottsága. Hiszen a legjobban, általa legjobban szeretett embert, a saját fiát is,
öntudatlanul és akaratlanul is, mégis ő maga az, aki elődézi ennek a fiúnak a vesztését. Vas Albert számtalan szó jár így az életben. Nem szabad elfelejtkezni, hogy a 20. századi magyarság minden lehetséges léthelyzetét meg és végigélte. Amikor 1980-ban megszületik, az 1000 éves történelem Magyarország egyik főrangú családjának gyermeke. 1920 után a státusza határon túli magyar. 1940-től 45-ig visszatért magyar lesz. 45-től 51-ig hontalan menekült a státusza. És 51-től 98-ig emigráns. Nincs olyan lehetséges magyar léthelyzet, amit Vas Albert meg ne élt volna. Nem saját akaratából. Egyszer sem. Nem saját akaratából született 1000 éves magyarországi magyarnak, nem saját akaratából lett trianoni határon túli magyar, nem saját akaratából lett visszatért magyar, nem saját akaratából lett hontalan menekült, és végül nem saját akaratából lett emigráns. Mégis ezekre az életkihívásokra válaszolnia kellett, és Vas ezekre mindig, ahogy Nuca is, a legnagyobb emberi méltósággal válaszolt. Nem csak éltető Bubával, hanem jó néhány régi barátjával, aztán újdonsült barátaival is folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Vas számára az életet azok a hírek jelentették, amelyek Erdélyből jöttek. Nagyon jelentős mennyiségű anyagot gyűjtött 1951 Amerikába érkezése után is a szülőföldről, és ezeket az anyagokat dolgozta föl a regényeiben. Vas számára tehát mindvégig élő nyersanyag maradt Erdély, ezért nem visszaemlékezések ezek a regényei, hanem valami olyan élő szövet, amit átérzünk, amikor olvassuk az 1952-ben keletkezett 13 almafát, vagy az 1959-ben keletkezett Funtinelli boszorkányt, vagy az 1965-ben keletkezett Elvásik a veres csillagot, amelyben olyan világról ír, amelyben ő soha nem is élt. Mégis teljesen hiteles, mégis teljesen valóságos, mert az információk, a háttéranyagok, azok bizony a valóságból, mégpedig a Romániához csatolt Erdély valóságából jöttek.